Dei Grazia Majorett együttes közreműködésével csütörtök este 9 országból érkezett, több száz tűzoltó részvételével kezdődött meg a 24. nemzetközi tűzoltó csillagtúra. A fürdőváros 1993 és 2009 után harmadszor ad otthont a 4 napos esemény sorozatnak. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében elmondta, a legutóbbi találkozó óta eltelt 15 évben Gyula városa sokat változott, de a lényeg ugyanaz maradt. Polgári szellemiségű, vendégszerető kisváros a 18. és 19. századi épületekkel és évszázados parkokkal. A tűzoltó csillagtúra központi eseményeinek helyszínválasztása sem véletlen. A megnyitó ünnepség nem véletlenül kapott helyet itt a tószínpadon, hiszen ez a terület Gyula város szíve. Ezt érthetjük akár szó szerint is, hiszen a település közepén állunk. De a kijelentés átvitt értelemben is megállja a helyét. Néhány nappal ezelőtt ünnepelték országszerte a tűzoltóság napját, fogalmazott Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében. A gyulai rendezvénynek köszönhetően a következő napokban a tűzoltók hivatása és tevékenysége nemzetközi figyelmet is kap. Ahogy mondani szokás, a tűzoltóság az csapatmunka, közösséget kell építeni, és kívánom önöknek azt, hogy ezen a hétvégén ennek a rendezvénynek a keretébe építsék ezt a közösséget, ne csak a saját nációjuk, nemzetük keretében, hanem nemzetközi szinten is. És kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát a programok során, és épüljenek olyan kapcsolatok, amelyek megalapozzák azt az igényt, amit polgármester úr is megfogalmazott, hogy visszatérjenek még hozzánk, örömmel és jó szívvel gondoljanak a magyar tűzoltókra, illetve hosszú távú kapcsolatokat tudjunk tartani. Ulrich Nemec, az IPSO Nemzetközi Csillagtúra szervezet elnöke köszönetét fejezte ki a város vezetésének és valamennyi szervezőnek, hogy Gyula harmadszor is lehetővé tette a rendezvény megszervezését. Gondolni kell azokra is, akik önhibájukon kívül nem tudnak jelen lenni egy ilyen rendezvényen. Nem messze innen háborúról, más országokban terrorveszély miatt válnak lehetetlenné az ilyen jellegű rendezvények. És sajnos az is előfordul, hogy betegség miatt nem tudnak eljönni társaink a gyulai rendezvényre. A világ tűzoltóinak legnagyobb baráti találkozóján vasárnapig számos program lehetőség várja mindazokat, akik bekapcsolódnak a gyulai 24. nemzetközi csillagtúra rendezvényébe.